Hívjátok ide Mindszenty bíborost. A Mindszenty Társaság szoboravató ünnepsége Szent Misével indult, amelyet Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek celebrált a Jézus szívet templomban. A mise után a templom kertjében avatták fel Mindszenty József bronzmellszobrát. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke az eseményen azt mondta, a bíboros a hűség jelképe. Hűség Istenhez, egyházhoz, hazához, de hűség a családhoz. Máté István, Lantos Györgyi házaspár, több mint 50 esztendeje házasságban élnek, fantasztikus életmű mögöttük, ők a szobor alkotói, és jellemzi őket is a hűség ahhoz, hogy tudják helyüket a világban. A szoboravatást követően a Mindszenty Társaság emlékérmeket adott át. Lantos Györgyi és Máté István munkáját és életét is elismerték. A házaspár úgy nyilatkozott, megtiszteltetés a díj, mint ahogyan az is, hogy ők készíthették el Mindszenty bíboros szobrát. Nyilván egy olyan személyiség, aki az igét hirdette, és olyan szinten, ahogy azt valahogy ki kell fejezni formailag a portréval, tehát például azzal, ahogy a tekintete néz, vagy egyáltalán a karakterét úgy visszaadni, hogy a jellembeli dolgokat azt valamennyire sugározza. Mindszenty emlékérmet kapott posztumusz dr. Tarjányi Béla professzor is, aki bár tudott a díjról, már nem élhette meg annak átvételét.